Az NB3 középcsoport 2015-16-os idényének első fordulójában a Dunaharaszti MTK Monoresét látta vendégül. A mérkőzés egyik különös pikantériája volt, hogy a találkozón a Monorese színeiben lépett pályára Mihalics Milán, aki ezelőtt 3 éven keresztül szolgálta a DMTK-t, de nyáron a váltás mellett döntött és Monóra igazolt. Több távozója is volt csapatunknak a nyáron, hiszen Mihalics mellett Lázár Szabolcs, Kovacsik Tibor és Ördög Levente is más csapatban kezdte meg a következő idényt, a helyükre pedig Farkas, Smola, valamint Aranyos érkezett. A találkozó első helyzete viszont a Monor előtt adódott. Petrezselyen beadása után Selei jól érkezett, azonban rosszul találta el a labdát, Aranyosnak pedig sikerült a gólvonalról mentenie, így nem tudott még korán vezetéshez jutni a Monor. A 10. percben pedig mi végezhettünk el egy szabadrugást, Dabasi tekert középre, Komora lábbal próbált menteni, amivel eltalálta Petricset, de végül az ide-oda pattogó játékszert sikerült felszabadítani a vendégeknek. Igaz, ezt röviden tették meg, hiszen még Kovács vissza tudta íválni a játékszert, de ez pedig könnyedén lett Komora zsákmánya. A 16. percben Villányi indította meg Nátházit, akit Rétsági előzött meg, majd előre ívelte a labdát. Ez a labda viszont újból Villányihoz került, aki középre passzolt, Gacsa pedig megpróbálta megelőzni védőjét, de a labdája így lett jó Mihalicsnak. Mihalics betört a 16-oson belülre, majd ballal hatalmas gólt rakasztott a léc alá, ezzel megszerezte a vezetést a Monornak. Szépen találta el Mihalics, Kalmár ezt a lövést nem foghatta. Mihalics pedig érezte, hogy ezúttal nem szabad ünnepelnie, hiszen a Dunaharaszti pályán nem ünnepelte túlságosan a gólját, persze örült neki, de ez természetes. Nem sokkal a gól után a Monoriak végezhettek el egy szabadrugást, ami után Rétsági szedte össze a labdát és fel akarta ívelni a játékszert, azonban Mihalics érkezett, rátartott Rétsági lábára, a játékvezető pedig egyből elővette a piros lapját és kiállította a most már Monori labdarúgót. A 31. perc eseménye volt mindez, itt tehát 10 főre fogyatkozott a Monor. Mihalics valóban oda tartott Rétságinak, a játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy ezt a helyzetet piros lappal kell büntetnie. Hiába az ember előny, több helyzetünk azonban ezután sem volt a szünetig, legalábbis igazán veszélyes lehetőséget csak ritkán tudtunk kialakítani a Monoriak kapuja előtt. A 39. percben egy bedobás után került a labda Kovácshoz, aki Méderhez passzolt, majd Méder visszagurított Kovácshoz, Kovács pedig a mellette futó Rebecsákot választotta, Rebecsák lövéséből beleállt Horváth, majd visszakerült a játékszer egészen Rétságig, Rétsági pedig a jobb oldalról Mészárost választotta, Mészáros betört a 16-oson belülre, őtől elvette a játékszert Villányi, Mészáros eközben elesett, a játékvezető pedig sárgalapot adott játékosunknak műesésért. Érdekes, hogy Mészáros nem próbálta meg eljátszani a 11-es, szimplán átesett Villányi lábán, és utána megpróbált fölállni, a játékvezető ezt azonban egyből sárgalappal honorálta. Az 55. percben pedig jött a folytatás, hiszen ismét mi vezethettünk támadást, aminek végén Rebecsák passzolt Gacsahoz, Gacsa pedig Smolához. Smola mielőtt lőhetett volna, bele tudott lépni Tóta lövésébe, viszont Smola visszaszerezte a játékszert, amit a jobb oldalról felpasszolt Mészárosnak. Mészáros ismét találkozott Villányival, majd újból elesett, a játékvezető pedig újból sárgalapot adott játékosunknak, így az 55. percben már mind a két csapat 10-10 fővel volt csak a pályán, hiszen Mészáros is a kiállítás sorsára jutott. A kiegyenlített emberlétszám nem eredményezte sajnos egyből azt, hogy egyenlítsünk, hiszen nem sokkal az esetet követően Smola jól tekert középre egy szögletet, Márton pedig szépen levette a játékszert, azonban utána csúnyán a kapu felé bombázott, így továbbra is 1-0-ra vezetett a Monor. Az utolsó percekben mindent egy lapra téve rohamozott a Dunaharaszti az egyenlítés érdekében, és szép támadásokat is vezettünk, csak a behelyezések voltak pontatlanok, így nem tudtunk ezúttal egyenlíteni. Pedig itt is láthatjuk, ahogy Méder vitte el ügyesen a labdát Dabasi passza után, majd a védők mellett visszajátszott Dabasihoz, Dabasi pedig középre ívelt, a középen érkező Smolát viszont meg tudta előzni az egyik védő, és ezután még újból előttünk volt a labda, de Rebecsákot olyannyira kisodródott, hogy ő sem tudott már kapura lőni. A hosszabbításban jártunk már, amikor szögletet végezhetett el csapatunk, amire még a kapusunkkal már is felfutott, hogy hát ha ő sikerrel jár, azonban Smola beadását követően
Sokan emelkedtek magasra, de végül Komorajuk le volt a legmagasabb, és ő tudta elütni a labdát. Vendége kapusa felszabadított, ezután pedig Smolától elvették a játékszert. A játékvezető pedig lefújta a mérkőzést, így 1-0-ás vereséggel kezdte meg a 2015-16-os szezont a Dunaharaszti. Reméljük, a folytatás jobb lesz, hiszen már most pénteken az Újbuda Budafok otthonában Budafokon lép pályára a csapat, majd pedig legközelebb másfél hét múlva Dunaharasztin, vasárnap 17:30-tól a Komló csapatát látjuk majd vendégül.